manapság ugye már megy egy ideje, de most a nemzetközi korondon is bemutatkoztok. Mit vársz a csapattól, magatoktól? Hát egy nemzetközi mérkőzés azért mindig teljesen más hangulatban telik, mint az otthoni bajnokságban. Nyilván azért úgy az ellenfelet sem ismerjük mi annyira, mint mondjuk a otthoni bajnokságban. De vannak meccsek, videóztunk, én személy szerint nagyon várom a meccset, és várom már, hogy ott legyek a pályán, és tényleg játszunk egy jót, és kiadjunk magunkból mindent, amit tudunk. Milyen ellenfélre számítasz, vagy hogy ismertétek meg őket, említetted, hogy próbáltatok kielemezni, mire lehet számítani a lengyelekkel? Hát nagyon magas játékosokkal rendelkeznek, rutinosak, és nagyon erős az átlövő erejük. Én úgy gondolom, hogy erre készülünk, hogy ezt azért valamilyen szinten megakadályozzuk, meg a gyorsaságunkat is kicsit visszavegyük, és úgy gondolom, hogyha ezeket meg tudjuk oldani védekezésbe, támadásba, meg nyugodtak leszünk és higgadtak, akkor nem lehet problémánk. Többször bizonyítottátok már, hogy a csapat egységben rejlik az erőtök, illetve nagyon tudtok küzdeni, gondolom erre most is nagy szükség lesz. Igen, természetesen a legfontosabb az, hogy a csapat együtt legyen, mindenki hozzárakja a maga kis jó dolgait, küzdjünk együtt, küzdjünk egymásért, segítsünk, és akkor nem lehet probléma. Milyen hangulatra számítasz a csapatban? Gondolom lesz sok hazai drukker, de jönnek ezek a személyek. Biztosan jönnek amúgy, vagyis igazából a hazai drukkerek is, nem tudom, hogy mennyire népszerű itt a csapat, de biztos azért a nemzetközi miatt sokkal több ember kilátogat majd a mérkőzésre. Ugye tőlünk is jönnek, úgyhogy én már nagyon várom, hogy jönnek, és azért olyan hangulatot teremtsenek majdnem, mint otthon. Na, de gondolom az igazi a visszavágó lesz majd. Hát az meg egy teljesen más hangulatú lesz. Ahhoz mit szólsz, hogy idegenben kezdtek, vagy ezen befolyásol, így alakult is, hogy mit? Igazából ez a sorsolás kérdése, de talán jobb az, hogy először kint játszunk, és utána otthon. Szerintem.